hogy milyen molekuláris vizsgálatokkal mutatható ki a rák, és hogy ezen a területen mi jelent igazi áttörést, most megmutatjuk. Szokták mondani, hogy aki időt nyer, az életet nyer, ez pedig a daganatos betegségek esetén még inkább igaz. Melyek ma a legkorszerűbb géndiagnosztikai vizsgálatok, és miként segíthetik ezek a daganatos betegségek felismerését, akár később kezelését? Az elmúlt 20 évben egy hatalmas fejlődésnek vagyunk tanúi, és ennek következtében gyakorlatilag 50%-kal nőtt a daganatos betegségek túlélési esélyei, és bizonyos tumortípusoknál, például az emlőtumornál ma már a fejlett világ országaiban egy 90% fölött van, nem csak a túlélés, hanem az, hogy egy jó életminőségben élhet a beteg. És ezt elsősorban a géndiagnosztikának és az erre épülő célzott terápiának köszönhetjük. Jelenleg a legforróbb terület a testfolyadékból végzett géndiagnosztika, az úgynevezett liquid biopszia. A technológiai kihívás az, hogy a tűt a szénakazalba megtaláljuk. Itt arról van szó, hogy a tumor genetikai anyaga bekerül a véráramba, illetve például az urológiai tumorok a vizeletbe, és ilyen testfolyadékból egy egyszerű mintavétel után lehet ezeket kimutatni. Tehát ha életünk során ezt viszonylag gyakran szűrővizsgálatként alkalmazunk, akkor korán megtudjuk azt, hogy elindult egy ilyen daganatos betegség, és minél korábban tudjuk meg, annál könnyebben kezelhető terápiásan. A magyar betegek számára ma mennyire érhetők el a kíméletes mintavételi lehetőségek? A folyékony vagy liquid biopszia technológia egy sokkal komolyabb technikai felkészültséget igényel, mint a tumorból történő vizsgálat. Ennek az az oka, hogy a liquid biopszia, vagyis a vérben nagyon kevés a tumorból származó genetikai anyag van, és ezek kimutatása nagyon nagy pontosságot igényel. Mi kutatók ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy rendszeresen vegyünk részt olyan nemzetközi úgynevezett körvalidációs vizsgálatokban, amely során nagyon pici mennyiségű génelváltozást tartalmazó, mesterségesen előállított biológiai mintákat kapunk, és pontosan meg kell határoznunk, hogy milyen génelváltozást hordoz az adott minta. A jövőben én úgy gondolom, hogy elsősorban a szűrő vizsgálatokat reformálja meg a tumorgéndiagnosztika, illetve a monitorozását a tumornak, tehát a műtét utáni terápiakövetést, a kiújulást, azt feltétlenül úgy gondolom, hogy liquid biopsziára lesz építve.